Nem a hagyományos Mikulás járt a Szent Erzsébet katolikus általános iskolában. Bár volt fehér szakálla és piros ruhája, mégis jóval inkább emlékeztetett a történelmi egyház jótevőjére. Az ajándékoztó Mikulás eredetileg a görög katolikus vallású Szent Miklósnak, Miras püspökének népies alakja. Az előző héten a tanítványaink ismerkedtek az ő jótetteivel és az ő tanításaival, és a mai ünnepségünk alkalmával is az ő életének jeles eseményeit idézzük fel. A pedagógusok az órákon, valamint a hittanórákon is beszélgettek Szent Miklós életéről. A gyerekek már hetek óta készülnek versekkel, dalokkal, nagy örömmel ez a Mikulás érkezésére. Az előadásban az iskola számos diákja részt vett, a felkészülésben a pedagógusok segítették a diákokat, többek között a legenda átadásával. A műsorban az iskolánk minden tanulója részt vesz. A Szent Miklós életével kapcsolatos kis jelenetet az 5. A osztályos tanulók tanulták, valamint a 3. évfolyam tanulói a Mikulás várás előkészítésében vettek részt, de az alsó tagozatos osztályok csoportosan, vagy pedig az osztály képviselői egyénileg köszöntik a Mikulást. Az ajándékozás az iskolában már hagyományosan az osztályok között, vagy egy-egy osztályon belül zajlott. Minden osztályunk kap egy Mikulás csokoládét, valamint Szent Miklós püspökről egy könyvjelzőt, valamint a testvérosztályok egymáshoz átmennek és megajándékozzák a tanulók a testvérosztály tagjait, a felső tagozatosok pedig vagy a mai napon, vagy pedig az utolsó tanítási napon osztályon belül adják át egymásnak és a pedagógusoknak az ajándékaikat.